A 2021-es év bútor trendjeiről, a 3D tervezési lehetőségekről is kérdeztük Csillag Barnabás ügyvezetőt. Az elmúlt egy évben a vásárlói szokások eltolódtak az online térbe. Csökkent a bútor üzlet látogatottsága a vírushelyzet miatt. Változtak a kereskedelmi szokások, változtak a vásárlási szokások ugye itt a vírus miatt. Az üzletek látogatottsága az jelentős mértékben csökkent. Tehát ugye mi üzletet is üzemeltetünk, offline boltot üzemeltetünk Karcegvárosába, de emellett ugye köztudott, hogy egy internetes áruházat is üzemeltetünk. Az év első felében ugyanaz a tendencia folytatódott, ami a múlt év végén is. A vásárlók jelentős része az internetre. Tevődött át. Bejönnek ugyan a záruházba szétnézni, érdeklődni, de az esetek nagy részében a vásárlás, a döntés az otthon születik, és az internetről rendelik meg a terméket március-áprilisban, amikor felbukkant ez a vírus és kialakult a vírushelyzet, akkor első körben a home termékeket vásárolták az emberek, apró kiegészítőket, íróasztalokat, forgószékeket, valami kis bútorokat, meg általában azokat a dolgokat, amik a, a gyerekeknek az otthon maradásához ugye kellett egy kiegészítő szék, egy asztal, egy laptop tartó, tehát ezeket hívjuk így összefoglalóan home office termékeknek, ezek a mai időszakra már átalakultak ezek a vásárlási szokások. Úgy mondanám, hogy ezek az apró kis cikkes keresletek eltűntek, most egy közép, közép termékméret, meg az említett lakástámogatási program következtében az étkező konyha háló került előtérbe, a hálón belül is a gadrop tárolás, ugye a beépített termékek, illetőleg ugye az építkezések miatt, lakásfelújítások miatt a beépíthető konyhabútorok, tehát a beépíthető termékek kerültek előtérbe, pillanatnyilag az érdeklődés fázisába tartanak. Az emberek puhatolóznak, körüljárják, kérdéseket tesznek fel. Ugye nekünk is tájékozódni kell a támogatási rendszerben, mit lehet vásárolni, milyen terméket lehet, mit nem lehet vásárolni, de határozottan van érdeklődés jelenleg, de ugye hát ez egy hosszú folyamat, tehát ennek a hónapok fognak eltelni, és a bútor az a vásárlási lánc végén van. Először felújítanak az emberek, festenek, és majd a végén jönnek vásárolni. Ha megszületett a döntés, személyesen jön a termékért, vagy kiszállítást is kérhet. Két megoldás van, vagy személyesen jön érte a termékért, vagy kiszállítást kér. Ugye döntő részben kiszállítást kér, ugye mondjuk kényelmesek vagyunk én is kényelmes vagyok amit házhoz hoznak azt rendelem meg ugye nekünk országos kiszállításunk van tehát Magyarország bármely településére kiszállítjuk a terméket az esetek 99,9%-ában már ingyenesen megrendeli hogy a webáruházba terméket ingyenesen kiszállítjuk és otthon vagy otthon vagy a weboldalon kifizeti ugye itt a vírus helyzet miatt egyre előtérbe kerül a bankkártyás fizetés, nagyon nagy százalékában a rendeléseknek, hát szerintem elmondhatom, hogy több mint 70 százalékában már bankkártyás fizetést alkalmaznak a vásárlók, ez, ez ugye készpénzkimélő, vírusmentes lehetőség, tehát ez, ez, én biztatom is az embereket, hogy megbízható áruházakból, megbízható cégektől bátran vásároljanak bankkártyával, mert biztonságos. A döntést a konyha tervezésnél 3D tervező program segíti, így a leendő konyhát előre látja. Azért a mai korban vannak olyan eszközök, amik segítik a döntést. Például nekünk a konyha tervezésnél egy 3D tervező program áll rendelkezésre, hogyha bejön az illető ide a boltba, vagy nem kell bejönnie, de e-mailen küld egy kérést, egy pár adatot megad, akkor a kollégák egy 3D program segítségével megtervezik ezt a lendő konyhát, tehát már előre látja, hogy így mondjam, hogy mit fog kapni. A 2021-es év trendjei. A magasfényű konyhabútor, könnyű, tisztán tartható, szép, esztétikum kumélmény, elsősorban a fehér frontok, a szürke, antracit, bés került előtérbe. A nappali bútoroknál a letisztult forma világot szeretik a vásárlók. Kedvelik a világos színeket, itt is előtérbe kerülnek a magas fényű frontok. Nappali bútoroknál letisztult formavilágot kedvelik a vásárlók, kedvelik a világos faszineket, trendi a, ugye egy régebbi a szonoma tölgy, de ezeknek kezdődik egy új színskálája, krém szín, akkor nagyon kedveltek a különböző sötét színek, a néró szín, ez egy szürkének egy árnyalata, tehát ilyen szürkés, drappos, ott is a előtérbe kerülnek a magasfényű frontok, ugye most már azért elérhető árba vannak a magasfényű termékek is. Régen egy 5-10 évvel ezelőtt azért ez mint újdonság nagyon drága volt. Most már úgy mondom, hogy egy középáras, nem, nem a legolcsóbb, de egy szép középáros termék. Nagyon fontos még beszélnünk a gardrobról, mint tárolásról. Ugye ez is a lakásfelújítási programnak, mint beépítető bútor része a szekrény, és egy, egy kis lakásnak egy fontos eleme egy, egy jó gardrob, egy hálószobának meghatározó eleme lehet. Egy nagyon jól felépített, nagyon jól belső elrendezéssel kialakított, és egy szép esztétikus, mondjuk magasfényű vagy tükrös gardrob. Itt is van olyan tendencia, azt mondja a vásárló, hogy ő nem szeretne tükörajtót, mert... Ő nem akarja, a feng súly, itt is több irányzat, minden, ebbe bele sem menjünk, mert több irányzat is jön, de mi próbálunk minden igényt kielégíteni, tehát nálunk le lehet egyedileg választani, legyen tükör, azon felületen ne legyen, bútorlapos felület legyen, magas fényű felület legyen, tehát azt mondom, hogy szerteágazó kínálattal várjuk a kedves vásárlókat. A hálószobáknál a gardrób szekrénya keresett. Ez is egyedi tervezés, elosztás a vevő igényei szerint, de a kárpitok mintájától anyagánát a díszpárnákig, a fekvő és ülőfelületekig mindent ki lehet választani, a egy négyezer féle kínálatból.